DVD-ben ezeket, akkor ők a Windows 95, akkor kapott a Forrest Gump, Tom Hanks a Oscar díjat, akkor a Toy Story az első full animációs film. Azon némelyik szinten már ilyen történelmi táblatnak tűnik, amit 20 év ezelőtt történt. És elkülön sok lehet történt ez a 20 év alatt. És 95-ben, utána néztünk, hogy számunkra a legfontosabb dolog az volt, mint ahogy már említettem, hogy ebben az évben egy új értékesítési forma, egy új értékesítési csatorna kezdődött Magyarországon. Ez pedig a Győri Interspárnak a megalapítása volt 1995-ben. Ez egy olyan nagy alapterületű áruház, egy hipermarket, ugye ez lett a neve Magyarországon, ahol gyakorlatilag a nagy alapterület mellett különböző szolgáltatásokkal, gyakorlatilag a házban, tudásirodák, bankok, esetleg drogériák és más szaküzletek együttesében egy nagy alapterületen belül a friss árutól kezdve a háztartási cikkeken keresztül egy vásárolható mindent megkap, és ehhez kapcsoló szolgáltatásokat is kap. Ennek a példának, ennek a modellnek a sikerét azt hiszem, ami sem bizonyítja, hogy jobban manapság 163 darab hipermarket működik Magyarországon, 32 darab Interspár, erről egy rövid történeti áttekintést fogunk adni. Hoztam egy képet magammal, hogy Győr 1995-ben hogy nézett ki, hogy a parkó akkor is tele van szerencsére, és az indítás nagyon jól sikerült, ez egy nagyon jó induló év volt, rögtön beszélek a számokról is, és elhoztam azt az első szórólapot is, ahol a legelső szórólap, ahol ilyen 499 év volt a sertészom, illetve nagyon jó akció, a 199 év volt faszén, mivel azt gondolom a legkorban megkívül dizájnra és árazással. Talán ezek az árak azt gondolom némelyik már utopisztikusnak tűnik manapság, de akkor is az árversenyben már egy testalak is egy ilyen jár, és akkor is a legjobb árértékarányban kínálta a termékek a fogyasztóknak. Egy-két számot csak elmondok a Győri Interspár áruháznak a teljesítményéről. Egy másfél milliárdos forgalom az első évben, ami azt mondom kimagasló volt 95-ben, abban a tekintetben abban a vásárlóerővel, ami gyakorlatilag az érett időszakban 2008 és 2010 végén 5 milliárd fölötti forgalmat generált. Mindezt úgy, hogy utána Győrben nem sokkal később megnyílt 300 méter egy másik Interspár áruház is, magyarul nem történt a cégen belül kannibalizáció, és mindenki áruház kiváló forgalmat tudott hozni. Összességében, mint említettem, Magyarországon jelenleg 32 Interspár áruház működik, ennek a számait fönt látják a kivetítőn. A tavalyi évnek a konszolidált bruttó forgalma 146 milliárd forint volt a 32 Interspár esetében, ez mintegy 140 ezer négyzetméter alapú területen valósult meg. Azt gondolom, hogy ez kiváló eredmény a magyar kiskereskedelmi piacon. Ha gondolkodtunk, hogy tulajdonképpen ez a 20 év mire telt el, ugye, mint említettem, 20 évvel ezelőtt nagy dolog volt, mint a DVD lemez, ha már azt gondolom, hogy talán nem kevesebbnek van ott a DVD lemeze. Milyen változások történtek abban a tekintetben, hogy mi voltak a fő mérföldkövek Interspáros pár életében, amik azt gondolom, hogy sikerülték ezt a történetet, és sikerülték maga a hipermarket Interspár koncepciót is. Itt említettem, hogy a 95-ben induló dátumunk, ahol megjelenik az első Győri Interspár. 2004-ben hasonlóan mérföldkő, amikor megnyílik a Bicskei húsüzem, ami azzal a beruházással, amit a tulajdonosok eldöntöttek, azt gondolom, hogy hozzájárult ahhoz a kiváló friss hús nincshez, ami manapság egyre forr, ami szintén mind megvan spárnak, és Interspárnak Magyarországon. Ezt a minőséget elsőként és azóta is egyedüléként tudja Magyarországon a saját húsüzemnél biztosítani a spár, hiszen a húsüzemnek a kapacitása 2013-as éven már odáig nőtt, hogy mintegy 2000 szarvas farkát dolgoztunk föl, és több mint 480 ezer fél sertést is. Ez lehetővé teszi azt, hogy azt a fajta széles termékportfóliót, ami egy S-büdzsé termékcsaládtól kezdve, hiszen a prémium kategóriás termékcsaládon családig tart, ezt mindenféleképpen az eladott ületen sikerrel tudjuk értékesíteni. Az S-büdzsé termékcsaládnak a nemzetközi elismertségét azt gondolom mi sem bizonyítja jobban, hogy a mi üzemünkből exportálunk jelenleg a szlovén hálózatban is már, Frankfurt Kristit és S-büdzsé Párizsit is. Ezen kívül azok az új termékek bevezetése nem elég történik tavalyi év végén, például a biotermék bevezetése, vagy például az Angus Mark bevezetése, mind-mind fantasztikus sikerre talált a fogyasztóink körében. Az üzem, ami ISO 22000-es minősítéssel rendelkezik, több száz embernek ad munkát, és jelenleg a koncern adatok szerint, a Spar koncern adatok szerint a legnagyobb kapacitású üzem a Spar koncernen belül. 2005-ben megjelent a 20. Interspár, azaz közel 10 év alatt 20 Interspár nyílt meg Magyarországon. Nagyon nevidetlen nőttek az Interspárnak a számai, ez volt a Veszprémi Interspár áruház, a következő mérföldkő volt.
Majd 2006-ban, mint említettem korábban, megjött már a második Intespár is, az AKD illetében, nem lesz az első Intespár, az első Magyarország Intespártól, de nem okozott ezzel a forgalmi visszaesést, sőt azt gondolom a vevőknek további lehetőséget adott abban a környezetben. 2007-ben szintén tankítés volt a Magyarország és Pár illetében, hiszen a Natur Bio, a Natur Pur termékszalad bevezetése valósult meg. Ez 90-es évek végétől Ausztriában már létező termékcsalád volt, ami a nagyon szigorú körülmények között levő bio vagy ökológiai gazdálkodásra termelésre helyezi a hangsúlyt. Ennek két fő része van, nyilván a növényekkel és az állattenyésztéssel kapcsolatos. Növénytermesztésben fontos dolog az, hogy gyakorlatilag azokkal a technikákkal, ahol már a termesztéstől kezdve tudatosan jön tesznek egymás mellé, tudatosan tesznek egymás mellé két különböző félelmérő, például a bazalikumot és cukorkát, azért annak érdekében, hogy a kártevőket tudjanak elszakadni. Tilos mindenféle rovarítóval, növényvédőszerrel, adalékkal, hormonnal, bármilyen fajtányokkal kezelni a növényeket. Az állattartásban elsődleges dolog az, hogy milyen területen nevelik az állatokat, milyen őshonos fajtákat nevelnek, milyen betegségek ellenálló fajtákat nevelnek, és ha nincs betegségek kerül a sor, akkor milyen meglepő természetes gyógypontban, akár akupunktúrával, vagy homeopátiával gyógyítják az állatokat. Ez egy olyan zárt és rendkívül szigorúan ellenőrzött rendszer, ami azt gondolom értelmét esik erre itthon is a Bionatur Pur termékcsaládot. Manapság több száz termékünk van ebben a termékcsaládban, és a gyártáskor is lényeg az, hogy maga a technológiában is tengeri sót használunk az adalékolásnál, tengeri is nem használunk igazából hozzá a cukrot a termékek előállításánál. Mindez a kiváló minőséget és magát a természetes alapanyagot megtartja a fogyasztónak. A következő fontos lépés volt 2008-ban az SPG termékcsalád bevezetése, korábban a kulcsüzemnél már utaltam rá. Árérték arányban a legkiválóbb termékekről beszélünk. Egy egyszerű csomagolásnak ezáltal olcsó beszerzési árnak köszönhetően kiváló minőség biztosítható a termékekben, elsősorban alapvető élelmiszereknél gondolok. Ezekben csúcskategóriás termékek lehet kapni a fogyasztónak, jóval olcsóban, ami nem ment a minőség rovására. Rendkívül kedvelt termékcsaládról beszélünk, több mint 400 terméket lehetne kapni jelenleg a polcokon. 2009-ben Super Shop volt a következő újdonság az évek alatt. A Super Shop lojalitás program az egyik legfontosabb, ahogy a manapság mondják, CRM eszközünk, a Customer Relationship Managementben, mintegy 2,6 millió kártya tulajdonossal, ebből a spárnál kb. 1,5 millió aktív kártya tulajdonos van, aki nálunk rendszeresen vásárol, akinek az adatait adatgyűjtését, adatbányászi módszerekkel figyeljük és fenntartjuk, annak érdekében, hogy még jobb ajánlatot adjunk neki. A születésnapi ajánlatokban lesz a Super Shop kártya tulajdonosoknak is egyben külön ajánlatok. 2011-ben érkezett a Premium termékcsalád Magyarországra, azt gondolom ez is egy nagy lépés volt előre, abban a tekintetben, hogy sokszor olyan termékeket találunk a csomagolás alatt, amik akár több száz éves múltra visszatekintve, míg a kézi munkával készülnek, vagy hagyományos manufaktúrával készülnek, elsősorban édesség, sajt, olívaolaj, nasolnivaló és ilyen termékek lehet, csokoládét, amit lehet kapni, vagy kávét. Azt gondolom, hogy mind kiváló prémium minőség, ami a konszent többi országában is természetesen megkapható. És 2014 tavaly évben, novemberben nyílt meg Szekszárdon a 32. Magyarország Intespár, amiről külön fogom egy pár szót mondani, hiszen azt gondolom, ahonnan indult Intespár 20 évvel ezelőtt, és 2014-ben ahol eljutott, a különbség szemmel látható lesz hamarosan. Időben csak egy pár térbére elhelyezkedés szeretnék kutatni Magyarországon, hol vannak Intespár áruházak. Örömmel mondhatom, hogy több olyan városunk is van Magyarországon, ha kettő Intespár működik. Nyíregyházán, Pécset, mint említettem Győrben, Budapesten 6 Intespár áruház működik. Közülük a legfiatalabb az a 11. kerület által Allé felvásárlókoztam belül Intespár, amely az egyik legsikeresebb Intespárunk is. És ott látják Szekszárdot, a Jemmeldal, amely legutóbb Intespár volt. Ha Szekszárdról szeretnék egy pár szót mondani, néhány perc előtt bemutattam a győri fényképet. Most azt hiszem, hogy ha megnézzük a Szekszárd fényképet, érezhető a különbség, hogy nem csak a technológia és a világ fejlődött körülöttünk, hanem az Intespár is rendkívül sokat fejlődött, mind technológiában, mind kinézetben, mind dizájnban. És azt gondolom, ezeket a fényképeket tovább folytatom,
akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy olyan különbséget és olyan haladó technológiát látunk, ami azt a bizonyos vásárlási élményt, amiről sokszor sok ilyen szoktunk beszélni, azt gondolom kézzelfoghatóvá teszi. Itt a Szexárdi áruházban különbözetben szeretnék mutatni a Szexárdi borokholc véget, hiszen a helyi termelők támogatása ebben a tekintetben kiemelten fontos feladat, nagy siker van ennek a polcvégnek ott, és azt más áruházunkban is alkalmazunk, illetve maga az a tudatosan beépített bejárat az áruházban, illetve a kasszazóna, hogy minél könnyebb legyen a vásárlásnak a menete, ez tudatosan fölépített áruház ideje út, aminek gyakorlatilag egy közös munka eredménye, ezt tervezőmérnökök, belsőépítészek, értékesítési kollégák, marketinges kollégák, dizájnerek rakják össze, és így születik meg ez az egész. Maga az áruházak elrendezés egy klasszikus magyarországi forma az illeszkedik, először a friss részleten keresztül haladva, a zöldséggyümölcsön keresztül a csemege és a húspulton át eljutunk a pésévig, utána pedig nyilván megfelelő látványelemekkel fűszerezve a legmodernebb technológiát felsorakoztatva egy komplet vásárlási élményt kapunk, hogyha egy ilyen több ezer négyzetméteres áruházat bejárunk. Azt hiszem a kétekön magunkkel beszélnek, ez tavaly nyitáskori fényképek Szexárdon. Egy pár szót mondani az új technológiákról is, mert azt gondolom a vásárlói élmény az nagyon fontos nekünk, hogy a vásárlókat fönntartsuk ebben is, mivel megkapják a pénzükért azt a terméket és azt a szolgáltatást, amiért hozzánk jönnek. De azok a technológiák, amik egy több ezer négyzetméteres csarnoknak az építésére jár, ez fontos a fenntartható fejlődés szemszögéből számunkra az, hogy ebben minél kisebb környezetterhelést okozunk. Ez a környezetterhelés egy minimalizálás, ez legfőképpen az energiának felhasználásának a minimalizálásával érhető el, olyan energiatakarékos vagy energiatudatos rendszerek beépítésével, amelyek minél kevesebb a környezetterhelő hatása. Ennek egyik része az, hogy olyan szén-dioxid kaszkád kereskedelmi hűtőrendszert alkalmazunk már Szexárdon, ami 2022-es követelményeknek megfelel, gyakorlatilag nem használ mesterséges hűtőközeget, csak természetes hűtőközeget használ, ezáltal a környezetgyakorolt hatása gyakorlatilag minimális. Nagyon fontos az áruházakban a világítás, ugye hiszen reggel 6-tól 22 óráig lesz az áruházak nagy része nyitva, ezért fontos az, hogy a megfelelő helyeken a megfelelő világítási technikát, technológiát alkalmazunk, külön csemegének, külön húspultán, külön jobban megvilágítható helyeken. Egy átlagos intásmár áruháznak a energiafelhasználása az 75 kW, az nagyon örömbe szolgál, hogy a legtechnológiai felhasználásával Szexárdon ezt nagyjából kellégből sikerül megoldani, és egy jóval hosszabb élettartamú gizmokról, rendszerekről tudunk beszélni. Fontos a hőviszemelés is, hiszen maga a hűtés és hűtési rendszerek rengeteg hulladék energiát termelnek, aminek a hasznosítása fontos feladat. Szexárdon például a hulladék hőből keletkezik az épületnek a meleg vize, ez külön meleg víz fönntartó rendszerre nem volt szükség az épületben, a hulladék hőből ezt meg tudták oldani a kollégák. Illetve az is egy nagyon fontos rendszer, hogy az épületen belüli hűtés és fűtés, gondoljunk a friss primőr területeknek a külön hűtés igényére, vagy mondjuk egy műveli területnek a kevésbé való hűtés igényére, ellenben az ott lévő hűtőknek a hőellátására, különböző szinten kell keringetni a hideg és a meleg levegőt, akár éjszakonként, vagy akár napszakon belül is. És emiatt egy komplet légkörökirányítási rendszer működik, a Szexárdi áruházban is már, ami teljesen számítógépről vezérelt automatikus működést tesz lehetővé. Ez volt eddig, azt mondtam, az elmúlt 20 év. Szeretnék egy pár újdonságot is megosztani itt mai nappal, ami valójában újdonságok, amivel tovább megyünk. Az első pedig az, hogy a vásárló igényeket fejleszte és tovább lépte. Egyik legfontosabb dolog az, hogy folyamatosan a vásárló igényeket követve nézzük azt, hogy milyen további szolgáltatással tudnánk még több előtt magunkhoz és még több elégedett vásárlót magunknál tudni. Olyan két koncepciót kezdünk el, amely holnap nappal kezdődően a budapesti Bécsi úti áruházunkban, Intersport áruházunkban, amelyik eddig nem történt Magyarországon, Interspárokban, ez pedig a Shopping Shop koncept, aminek az egyik része egy textil együttműködés, a másik pedig egy műszaki termék forgalmazóval együttműködés. A textil együttműködés a Glorius céggel a áruházati cikkekre uralkozik, a Best Buy pedig műszaki cikkekre, úgy gondolom mind a kettő egy ismert hátrénév, és a gyárvalkozón belül megvalósult külön leterített résszel, külön dizájnnal, külön kommunikációs elemekkel, a Best Buy esetében külön szakfeladói gyártával is értékesítik a termékeket. A Glorius körülbelül 80 négyzetméteren, a Best Buy körülbelül 250 négyzetméteren. A tárgyfényképet elhoztam arra, hogy a Glorius, hogy emlékszik, a tegnap esti állapot a Bécsi úti áruházban. Azt gondolom érzékelhető, hogy más dizájnnekkel, más kommunikációs elemekkel fordulnak a ruházati cikkek. Ugye gyermek és felnőtt ruházatról beszélünk,
igazából őszpartban körül rákerült neki kikerülésre. Amint látjuk a további fényképeken, hogy ez 80 négyzetméter nagy profilban megtöltve, itt egy másik világa is csatlakozik, a gyerekekünk ugye a Legóval együtt, ami szintén egy másik koncepció, tehát azt gondolom, itt minden vásárló réte megtalálja a saját maga örömét. És ide nem messze pedig fölépült a Glorious mellett a Best Buy, aminek a kinézetet ennek most így nézett ki. 250 négyzetméteren több mint 14 féle hűtő, több mint 10 féle notebookot, 30 féle egeret, 60 féle elő- és felültöltő mosógépet, illetve rengeteg telekommunikációs mobiltelefon kiegészítő eszközt forgalmazunk, és itt említettem szakmai segítséggel. A vásárlás menet a vásárlásnak nagyon egyszerű, nem kell külön kasszához menni, mindent a Spark kasszánál fizet, tehát nincs belül kassza az áruházakban, még külön, hanem annak kasszánál kell képzetni a terméket, ami ahol amúgy is fizet az összes többi terméket. Mik az ünnepi aktivitásai? Azt gondolom, hogy a 20 éves születésnap kapcsán az a jó hírünk van, hogy az ajándékozott ünnepel, mint ahogy ez ilyenkor lenni szokott, és nem az ajándékozott kapja az ajándékokat, és egy igazi születésnapi tűzijátékkal készültünk annak tekintetében, hogy a következő 4 hónapra mindig legyen valamilyen aktualitás az Intersmárokban, és mindig legyen valami olyan nagyszerű dolog, amit itt talán még nem volt, vagy olyan, amit nagyon szerettek a vásárlók, és ennek egészen biztosan visszajönnek hozzánk. Az első egyik legfontosabb, amit említettem, a Supershop kártyatulajdonosok nagyon fontos szerepet játszanak az Interspárba és a marketing aktivitásunk kialakításában. És ezért a holnapi napon, amikor az egész 20 éves Interspár promóció gyakorlatilag csütörtöki nappal elkezdjük, ezért a Supershop kártyatulajdonosok, gondolom mindenki számára ismert a maga kártyának a kinézete, a Supershop kártyatulajdonosok egy napig 20-szoros pontot fognak kapni. Azaz azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a vásárlás végösszegéből számított 10% kedvezmény. Maga mechanizmus ugyanaz, mint ugye korábban is volt, tehát minden elköltött forint után, ami nem akciós termék, azután pontot írunk jóval a kártya tulajdonosnak a számláján, utána szintén levásárolhat nálunk. Azt gondolom, ez a kedvezmény a holnapra a pintása szuper és fantasztikus, soha nem látott mértékű kedvezmény még. Gondolunk tovább a lojális vevőnkre is, akik szintén nem csak csütörtökön, hanem utána pénteken is szeretnének vásárolni, és elindítunk egy olyan ajándékkártya akciót. Ez egy ajándékkártya, ami jelenleg is forgalmazunk az Interspárokban, amely megvásárolható, ami 10.000 forint négy értéken töltöntött. Ezt interneten keresztül fogjuk értékesíteni az ajándékozunk.hu oldalon, aminek a lényege az, hogy 10.000 forintos értékű kártyát 8.000 forintért lehet majd megvásárolni, azaz 20% kedvezményt biztosítunk a kasszadéj összegből. Utána ezzel az ajándékkártyával be kell fáradni az üzletbe, és utána meg lehet vásárolni a megfelelő összeget. Azt gondolom, 20% kedvezmény a készlet erejéig, amíg az ajándékkártyát tartanak, óriási érdeklődést tartunk számon. Aktiválni nem kell. Nem, ezt az interneten keresztül mindent úgy is lesz kiszállítva a házhoz, ahogy ezt kellettem. Ez a másik dolog. Amit szeretnék mondani a születésnappal kapcsolatban, a szórólapunk is ünnepi megjelenés kapott, és ünnepi szórólappal indulunk. Aminek a lényeg az, hogy a címlapot átalakítottuk itt is, ugye a legütősebb termék, hogy a magyar tejföld 219 forinttal indul holnap. Itt látjuk a Supershop akciót, illetve egy 20%-os pékség akciót is, amivel elindulunk holnap az Interspárokban. Ezen belül szeretném megmutatni a belső oldalt is, aminek a lényeg az, hogy holnap naptól kezdve, október végéig minden nap, belső oldalon pillanatban, besorol, minden nap lesz egy olyan termék, aminek kiváló egyszeri ára az adott napon. Azaz a 7-6 napján, amikor itt tartunk, akkor minden nap lesz egy olyan termék, amit most látunk Valentine's-re indulunk, majd ezzel folytatjuk, utána pedig Pézen útversről 174 forinttől azon napon ugartja az egyedülálló ár, és az egészen október végéig fog tartani minden egyes nap, minden egyes Interspár áruházban. Azt gondolom, ez a születésnapi ajándéksorozat, ez a születésnapi tűzijáték, vagy magának fogalmazott, ez mindenképpen megalapozottá teszi ezt a ütetést, és elvérem, hogy sok vásárlót láttuk. Mint említettem, sok-sok meglepetés lesz, hogy december 31-ig, ezek majd később jönnek ezeket most nem tegyük. Hogyan tovább Interspár? Erről is szeretnék egy pár szót mondani, azt gondolom, hogy ez a születésnapi nap egy nagyon fontos dolog, és mint említettem, 32 jelenleg Interspár működése mellett nem állunk meg, és azt gondolom, örömmel jelenthetjük be az, hogy a 33. Interspár berőlelési munkálatait el fogjuk kezdeni hamarosan, és erről szeretnénk egy animációs vázlatfilmet levetíteni. Ez a helyszín, amiről szó van, ez ért, az autópálya mellett, Iparos utcában. Kérlek, tekintsék meg, hogy mi a látvány.